Izgatottan várták, és végig jól szórakoztak a muzsikás együttes rendhagyó ének óráján a Dombóvári Evangélikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola tanulói. A diákok nem csak a népzenével ismerkedhettek, hanem az ősi hangszerekkel is. Két órát is tartott a zenekar, egyet a felsősöknek, egyet pedig az alsósoknak. Az iskolásoknak ritkán van részük ilyen élményben. Volt már ilyenben részünk, szoktunk járni filharmóniákra is, ott is különböző hangszereket szoktak nekünk bemutatni, viszont az iskolában szerintem először volt ilyen, és nekem nagyon tetszett. Nagyon jó élmény volt, mert már kaptunk itt koncert az iskolában, és mi nagyon élveztük ahhoz képest tényleg, mert nagyon sokan ilyen szoktak beszélgetni, meg ilyenek, de mi mindig végigüljünk, mivel 8 éve már emeltzeneisek vagyunk. Én is nagyon boldog voltam, hogy részt vettünk egy ilyenen, és tényleg ez volt az első, tehát hogy mi még nem tapasztaltuk ezt, és az élmények, hogy csújogattunk, hogy énekelhettünk közösen, és táncolunk is rendszeresen. Szóval nekünk ezek így ilyen boldog élmény volt. A népzene nagyon közel a szívemhez. 8 éve azt tanulom, és amikor táncolán vagyunk, én is szívesen éneklek, amiket tudok. Én mindig szeretek énekelni népzenéket, és örülök, hogyha van esély például egy ilyen alkalmon énekelni a zenekarral együtt. A rendhagyó énekóra szívügye az idén 50 éves muzsikás együttesnek. Muzsikásék bejárták az egész világot, de zenéjükre mégis itthon lenne a legnagyobb szükség, főleg a tanulói ifjúság számára. Ebbe az irányba 2004 végén kezdtek el lépni, mivel egy darabig ingyen jártak ki az iskolákhoz rendhagyó énekórákat tartani, ezért később egy nagy cég támogatta és támogatja őket jelenleg is. Így el tudunk menni az idén. Ez most már több mint a 70. iskola az idén. Január 15-én kezdtük, és minden héten elmegyünk több iskolába, és így jön ez ki általános iskolákba, alsó tagozat, felső tagozat, gimnázium, szakiskolák, mindenféle, ahol 6 és 18-19 év közötti fiatalokat tanítanak, mindenhova elmegyünk. Az a céljuk, hogy arról a zenéről, hangszerekről, szokásokról meséljenek, amit a falu megőrzött. Az autentikus, hiteles előadás fontos számukra, a dalok közül pedig annyit és azt válogatják, amelyek esztétikailag értékesek, szépek és a tudomány szempontjából is különösen jelentősek. Ki gondolná például, hogy vannak olyan dallamaink, amik több ezer évesek, több ezer év óta kísérik a magyarságot. Hát ezt nem gondolnánk, és ha kellene mondani ilyet, hát az ember bajba lenne, ugye? Közben olyan dallamok ezek, amiket a honfoglalók már daloltak, már az előtt. Több ezer tudomány bebizonyította, és pont ez az a dallamcsoport, ezek a régi dallamaink, amelyekre Kodály és Bartók rátaláltak, amikor az új magyar zenét akarták megcsinálni. Más a felnőtt és más a gyerekközönség. A színpadi művész érzi a közönség hangulatát, és arra igencsak reflektál. De mi van akkor, amikor csupa kíváncsi gyerekszemmel találja magát szembe? Alsó tagozat az azért könnyű, mert ők nem csak a hitelesség után elindulnak, hanem ki ismerik fejezni az érzelmeket. Egyből tapsolnak, egyből kiabálnak, egyből csivitelnek, egyből énekelnek, egyből csöndbe lesznek. Tehát az könnyű. A felső tagozat, a kiskamaszok, az már egy bonyolultabb dolog, ott már elindulnak hormonok, ugye? Ott már, és ami kényes dolog, hogy ne legyen két korosztály együtt. Az nehéz. A nagyok akkor, hát nem megfagynak, de szóval zárkozottabbak lesznek, vannak a kicsik is, ugye? Ezt is föl lehet oldani. Itt is most ez ott föl lehet oldani, meg attól függ, hogy milyen iskola. A gimnazisták által, tehát az a korosztály, az általában könnyű, őnáluk a ráció megjelenik, és az érzelmek sokkal erősebben. Tehát ott az érzelmi muzsikálás és a racionális érvelés együttese, valamilyen furcsa kis keveréke, az nagyon-nagyon hatékony. Azt tudom mondani, hogy amerre jártunk, gyakorlatilag a magyar ifjúság érdeklődik ez iránt. Mindenhol. Tehát hát annál több, hogy közösen énekelnek, közösen csújogatnak. Hát ez egy olyan erős jel, mert szokatlan. Az ilyen jellegű programok nem jellemzőek az iskolában, azonban a muzsikás együttes körülbelül 5 évvel ezelőtt már járt az evangélikus iskolában. Balipap Zsuzsanna segítségével, aki maga is az iskola diákja volt egykoron, sikerült a muzsikás együttest az iskolába meghívni, mondta Sonfay Eszter Dóra intézményvezető. Borzalmasan örültünk, hogy ilyen lehetőségünk van, és mivel Zsuzsa itt járt iskolában még anno, annak idején, amikor kezdődött ez az egész iskola itteni működése,
ezért aztán egy kicsit kötődve hozzánk, ezért közvetített nekünk, és ezután felvettük a muzsikás együttes vezetőjével, Sipos Mihály úrral a kapcsolatot, és ezt a mai napot sikerült ilyen módon megszervezni, és a gyerekek óriási, meg hát mi felnőttek örömünkre is szolgál ez az egész dolog, mert azért ez egy nem mindennapi, és tényleg szószoros értelmében rendhagyó énekóra. Nagyon örültünk, hogy ezt megszervezhettük. Nagyon-nagyon nyitottak, de nem csak az ének zenetagozatos, illetve az ilyen orientációs osztályok, hanem általában a gyerekek nagyon nyitottak erre, és nálunk van lehetőség arra, hogy alsó tagozatban népzenét, népi táncot tanuljanak, és hát ez látszik is most az együttes, ahogy fogadta a gyerekek hozzáállását, nyilatkoztak róla, hogy nagyon jó kis csapat volt. Az evangélikus iskola után másnap az Apáczaiban is tartott két rendhagyó énekórát az idén 50 éves Kossuth és Liszt Ferenc díjas együttes, amikor szintén népzenét és népi hangszereket mutatott be a tanulóknak és pedagógusoknak.